Na, sziasztok, üdvözlet mindenkinek! Ez itt a harmadik gyakorlat a mérnökinformatikusoknak és villamosmérnököknek. Ugye az első néhány feladat az közös, de a villamosoknak hosszabb a gyakorlat, tehát dupla, úgyhogy még belefér több feladat. De hát azért csinálom így egyben, mert hogyha valaki mondjuk szorgalmas, ne kelljen keresgélnie ugye a villamosoknak a videóját, hogy meg tudja nézni a küszpéldákat, hanem itt, ha nem kapcsolja ki, akkor nézheti tovább. Úgyhogy kezdjük a 35-ös feladattal. Legalább mekkora sebessége induljon egy test a földről, hogy végleg kikerüljön annak gravitációs erőteréből. Még hányszor olvastam ezt a példát, azt nem vettem észre. Második, ezt hívják úgy, hogy második kozmikus, vagy szökési sebesség. Az első kozmikus sebessége az, hogy milyen sebességgel kéne haladni egy testnek, hogy az egyenlítő mentén, a Föld felszínénél, hogyha mondjuk nem lennének hegyek meg légkör, hogy ne essen le. És akkor ugye úgy keringen a Föld körül, hogy pont olyan gyorsan menne, hogy egy műholdat képezne végül is a test. Tehát ugye ez a gravitáció erősségétől függ. De a másodiknál már nem csak keringeni akarunk, hanem el akarjuk hagyni a Földet. Legyen nagy erre a Föld sugara, és akkor egyenesen fog elmenni ez a rakétánk. Nem rakéta. De a rakéta az ugye már még menet közben is hajtja magát. Hát nulla sebességgel indul a Föld felszínéről, nem? És akkor folyamatosan gyorsul. Ez most pont az ellentéte. Kilőjük mondjuk egy ilyen Föld alatti gyorsítóval, egyébként van ilyen műholdakat, már fognak itt pályára állítani, hogy egy ilyen nagy Föld alatti gyorsítóval felgyorsítják, és akkor kilövik egy ilyen ágyúval, legalábbis tervek vannak. És akkor onnantól kezdve már megy, az kész. Tehát innen elindul ez az űrhajónk, vagy az ágyúhajónk, vagy valami, egy V-nagyságú sebességgel. El a kérdés, hogy ez az kezdeti sebesség ugye mekkora. Tehát nagy R távolságból a Föld középpontjától. Mondjuk kékre kellett mondani, kék bolygó. És ugye, hát meddig megy, hogy végleg elhagyja? Hát végtelenül. Elvileg. Legyen ennek valami, itt van ez az ágyúgolyónk, és akkor itt ugye V-sebességgel halad. M-tömeget, csak hogy fel tudjam mind az egyenleteket, azért egy M-tömeget beírok, de hát úgyis mindjárt majd kiesik. Jó, akkor ugye tudjuk, hogy a földgraviták, hát más bolygóknak is, ugye a gömbszimmetria miatt az erő az szépen a Föld középpontja felé fog hatni. Nagy G-vel jelölöm, hogy ez a Fg. A newtoni általános képezettel ugye használják, nem azt mondja, hogy Fg, mert itt a felszínen esetleg, de itt azért már messze megyek. És... ja, tenni. Úgyhogy ez egy centrális konzervatív erőtér, de a legegyszerűbb módja a feladat megoldásának, hogy azt mondom, hogy a mechanikai energia az megmarad. Végig. Legyen akkor ez már 0 pont, ha itt V0-nal jelöltem, itt a végtelen az meg az 1-es pont. Tehát felírjuk szépen, hogy a mechanikai energia itt a kezdő 0 pontban ugyanannyi, mint a végpontban. Pontban, annyi, mint a végpontban. A mechanikai energia az ugye a potenciálisnak, meg a kinetikusnak, vagy más néven helyzetinek, meg a mozgásinak az összege, tehát potenciális a nullpontban, meg kinetikus a nullpontban, egyenlő potenciális az egyes pontban, meg kinetikus az egyes pontban. Na és akkor most jön az, hogy
ugye végtelenben veszük a potenciális energiát nullának, mert itt az eregyelmű nullában ugye gáz lenne, az egy per elnézetes előre, hogyha beírom az eregyelmű nullát, akkor az ugye értelmetlen. Úgyhogy meg eleve ide nem mehetek be a Földbe, ezt elmagyaráztam előadáson, úgyhogy elfelé kell nézni, úgyhogy végtelenben veszük. Tehát mivel a végtelenben úgy definiáljuk ott a potenciális energiát nullának, akkor bejök egy nullát. Na most, hogyha éppen, hogy el tud érni a végtelenbe, az egy végtelen, oké, megjöttem. Akkor ugye azt mondjuk, hogy ott a pontig megáll. Jó, tehát ahogy korlátlan távolságban megy, minden határon túl lecsökkel szépen a sebessége. Tehát miközben a távolság tart végtelenhez, a sebesség tart nullához. Úgyhogy a végtelenbe mondhatjuk azt a mozgás energiájára, hogy szintén nulla. A potenciális energia egy nagy R távolságban, ugye akkor R nulla az egyenlő nagy R, akkor ezt szépen beírhatjuk, hogy mínusz, már elfelejtettem, hogy gammával, vagy nagy G-vel, szerintem gammával. Gamma földtömege az legyen nagy M, majd azt ugye ki lehet keresni a Google-val, szer kisem per nagy R négyzet, vagy nem csak nagy R, ugye ez a potenciális energia, plusz a kinetikus energia itt, az meg 1-2 nem szervényú négyzet. Na, hát látjuk, hogy miért nem volt megadva ugye a tömege a testnek, mert egyből kiesik, felszorzok kettővel, és akkor ezt átvérte a másik oldalra, és vonok egy gyököt. Igen. És akkor beinkáljuk, hogy 6,67 × 10⁻¹ Newton méter négyzet per kilogramm négyzet szorozva a föld tömegével, ami valami 6, megnézem, hát ha itt megtalálom, 6,4-szer megállt. De nem ez a naptömege. Ja, az még külön. 5,972 szóval 10^24 osztva a Föld sugarával, ami 6378 km, tehát 6378 km, akkor még írok 3 nullát, hogy méter legyen. És akkor így jön ki a 11176, tehát azért jó gyors, 11176 méter per szekundum. Hát hogyha természetesen, ez csak akkor lenne igaz, ha nem menne légkörre a Földnek, és akkor ugye nem lassítaná le, jelen, tehát totál lassítaná egyébként, úgyhogy ennél sokkal gyorsabban kéne kilőni, sőt el is égne, hogyha nem alkalmas anyagból van. Ugye a légkörbe, ha az aszteroide, ahogy befeleljen elég, valami kifelelők ilyen sebessége, az is elégne. Úgyhogy egyrészt lehetőleg jó magasról kell indítani, mondjuk egy hegynek a csúcsáról jöjjön ki a micsoda, vagy még építsenek valamit, hogy vákumba haladjon, és akkor úgy lőnék ki, amikor már ott ritka a légkör. Mert ekkor a sebességgel a Föld felszínből nem lenne túl jó. De, hogyha nem lenne légkör, ennyi lenne az a szükséges sebesség. Na most, ha valaki azt kérdezné, jó és a naprendszer elhagyása, a harmadik kozmikus sebesség, hát akkor nem csak a Földet kell elhagyni, hanem még a napot is.
Tehát ide még hozzá kéne venni egy olyan tagot, hogy a naptól napföld távolságra ugyanígy a potenciális energiát ugye ki kell fejezni, végtelenben annak is nulla, tehát akkor itt lenne még egy tag, ugyanígy csak mínusz gamma m nap szóval testtömege per r nap föld, ugye az a egyse, az a csillagászati egység, az a 150 millió kilométer. És akkor az itt még egy mínusz idehozna, azt a két mínusz, mikor átvinném, akkor az egy nagyobb tag lenne, ezért aztán ugye itt ez már két tag lenne, annak venném a gyökét, és a sebességre sokkal nagyobb érték jön neki, 43.518 méter per szekundum. Az a harmadik kozmikus sebesség. Na jó, hát ugye milyen könnyű ezt így csinálni, ha már konzervatív az erőtérés, akkor van potenciális energia? Mert ugye nem érdekel közben, mi történik, csak a kezdőpont meg a végpont. Jó, a következő feladat a 39-es. Egy alapállapotban 0,5 méter hosszúságú D egyenlő 100 newton per méter rugvándó rugó egyik végét a plafon erősítjük, a másik végére egy M egyenlő 0,5 kg tömegű pontszerű testet akasztunk. Ezután addig húzzuk a testet, amíg a rugó hossza eléri a 0,7 métert. Mekkora és milyen irányú a test lesz a test gyorsulása abban a pillanatban, amikor elengedjük, és mekkora lesz a sebessége X egyenlő 10 cm út megtétele után. Egyébként, ha talán valaki ide tévedne és ugye nézi a videót, mert tanulni szeretne, akkor a leírásban a honlapnak a linkje be van téve, és akkor a példasort, meg a diákat, meg mindent onnan le lehet szépen tölteni. És akkor csak valaki szeretné olvasni, mi ez a feladat pontosan, meg a többi. Úgyhogy ez már akkor megvolt. Jön a 39-es. R0 az 0,5 méter. A D az 100 newton per méter, ugye a rugó állandó. És a testtömege az 0,5 kg, nem tudom miért van nagy ember jelölve. Egy kis embert írok. Ezután addig húzzuk a testet, amíg a rugó hossza eléri a 0,7 méter. Hát legyen akkor mondjuk L1. 0,7 méter. Mekkora és milyen irány, tehát még ugye ráakasztjuk valamennyire, hogy kinyúlik, és még lejjebb húzom, úgyhogy 0,7 méter legyen. Mekkora és milyen irányú lesz a test gyorsulás abban a pillanatban, mikor engedjük, és mekkora lesz a sebessége, tehát akkor ide írok azt, egy A, A1, ugye, itt, ahogy elengedjük, és mekkora lesz a sebessége X egyenlő 10 centi megtétel után. Akkor ez meg mondjuk V2. Annak csak a nagysága kell. Hát gondolom felfele. Hát a gyorsulásnál is, ugye, ha még lejjebb húztam, gondolom annak is felfele lesz az iránya. Úgyhogy ezt már meg is mondtuk. Mostantól ugye csak a gyorsulásnak a nagysága a kérdés akkor már itt az egyes pozícióban. De csinálom a táblát, hogy mindenki jól láthassa, hogy itt miről is van pontosan szó. Itt a plafon. Ráakasztjuk a rugót, amelynek elhanyagolható a súlya. Ezért magától jelentéktelen mértékben nyúlik meg, ezért a hossza elmúl. Onnantól viszont, hogy ráakasztok egy testet, valamennyire meg fog nyúlni ettől az M-tömegtől, és legyen akkor most, hát nem legyen, hanem ez lesz, hogyha óvatosan engedem, ameddig nyúlik, vagy megvárom, hogy megáll egy helyen, ez az egyensúlyi hossz, mondjuk annak. És még ehhez képest nyújtom lefele 0,7 méter.
már oda be van írva majd, de más kirok. Ja, én nem írtam oda, hogy ez most itt elejt akkor. Így, mi? Na, felmerül a kérdés, hogy ezt megadták, hogy 0,7, ez meg 0,5, de mennyi ez? Hát ebben a helyzetben ugye, hogyha szépen statikusan ott áll, van a test nulla gyorsulással, ugye 6 rá a rugó felfele, legyen ez a rugónak az egyensúlyi pozícióban kifejtett ereje, mert itt majd más lesz, itt meg nulla. Itt, és akkor ugye az MB az lefele van. Na most úgy szemre úgy rajzoltam be, hogy természetesen, ha azt mondom, hogy M-szer ágyam, hogy F eredő ugye az A az nulla, tehát az eredő erőnek nullának kell lenni, most nem írogatok komponenseket, minden, ez egyenlő, ezzel az kész. Jó, tehát egyforma ellentétes irányúak ki kell ejteni egymást. Úgyhogy F rugó egyensúlyi pozícióban egyenlő kell legyen az M ével. De a rugóerő a Hooke törvény alapján még mindig úgy írható, hogy D-szer delta L. Tehát ez úgy írható, hogy D-szer delta L, hát a nagyságát tekintve legalábbis ugye az irányos. Tehát ez egy pozitív, ugye a delta L megnyúlt, úgyhogy ez egy jó nagyságnak, MG. De a delta L-et azt mondjuk átírhatunk úgy, hogy először számoljuk ő, a delta L, és akkor a delta L egyensúlyit, ami ugye ennyi. Így. Ez meg akkor ugye legyen külös a delta L 1. Jó, tehát a egyes, nem az egyensúly, a nyugalmi hosszához képesti megnyúlása a rugónak. Akkor ugye, hogyha az elmúlhoz hozzáadom majd ezt a delta L egyensúlyt, akkor fogom tudni, hogy mennyi az L egyensúly. Nem mint hogyha nagyon érdekelne, de így ez teljesen elég nekem, hogy mennyi az egyensúlyhoz. Tehát delta L egyensúly az MG per D, az M szer D legyen 10 a G, az ugye 0,5x10 az 5 newton, osztva ezzel a 100 newton per méterrel, newton kiesik, 1 per 1 per méter az méter, tehát az egyensúlyi megnyúlásunk az 500 méter, tehát 5 centi. De hagyjuk méterbe. Na, ezt jó tudni. Ez itt 500, vagy 5 centi. Ez meg ugye 50 volt, 50 centi, fél méter. Na, akkor most kiszámítjuk, hát mondjuk ezt most nem használjuk majd később, az első kérdés ugye, hogy mekkora a gyorsulás, ahhoz már itt ide kellett volna mondjuk jönni, de mondjuk ez arra jó volt, hogy ugye ennél a megnyúlásnál ez az erő egyenlő ezzel, hát akkor, hogyha jobban megnyúlik, akkor valószínű, hogy ez a rugóerő az nagyobb lesz, mint a MG, és akkor ugye az eredő erő felfele fog mutatni, ezért felfele fog gyorsulni. MG az ugyanúgy lefele, a rugóerő az meg valami jó nagy rugóerő az egyes helyzetben. Na és akkor. Itt akkor már én föl is veszek egy jó kis, legyen, milyen tenger, Z-teker, felfele. És előre látulok már a Z-tengernek a nulláját is bejelölöm, ahol a felfüggesztett test a rugón egyensúlyban van, már gondolok a kialakuló rezgésre, legyen itt akkor az Z egyenlő nulla. És akkor a dinamika alapegyenletét fölírom, hogy M-szer A egyenlő eredő erő, ebből a vektor egyenletből az X és Y komponens az csak annyi, hogy 0 egyenlő 0, 0 egyenlő 0, a Z komponens viszont annyi, hogy M-szer AZ, amit ugye keresek,
Hát most kiírom úgy, hogy AZ. Ez az A1 végül is. Az egyenlő Z irányba pozitív irányba mutató erő, rugó 1, mínusz a negatív Z irányba mutató erő, az MG. A rugó erőre beírom, hogy D-szer delta L 1, ami ugye látszik, hogy 0,2 a delta L, tehát egyből ki fogom tudni számolni. De osszunk is át ezzel a M-mel, jó? Tehát az AZ-re az jön ki, hogy AZ 1, most már mindegy, D-szer delta L 1 per M mínusz G. Tehát 100 newton per méter szer 0,2. Hát kiírom, hogy mindenki lássa, hogy honnan jönnek a számok. 0,1, igen. Tehát 0,7-ből mondjuk a nyugalmi hosszát a rugónak a 0,5-öt, az 0,2. Osztva a tömeggel, ami 0,5 kg, és akkor itt meg egy tizet kell csak levonni belőle. Mert most én nem fogok tökölni azzal, hogy a G az 9,8. Hogyha tényleg mondjuk az életügy múlva rajta, akkor bejegyeztem, tényleg mennyi pontosan. Ugye, de most itt az, hogy nagyjából kijön egy eredmény, a számítási módszere helyes, az a lényeg. Szóval mivel pötyögök, vagy hát itt nem kell pötyögni, legalább ott a pötyögőn, úgyhogy nem tudom kiszámolni, pontosan mennyi lenne itt ugye, hogyha 9,8-a mondjuk, legmondani még talán le tudnám. De mindegy, az AZ-re akkor az jön ki, hogy ugye ez 2,20, szóval 2 az 40, minusz 10 az 30. És felfele. Tehát azért elég nagy gyorsulással fog megindulni az A1, az végül is, hogyha hivatalosan le akarnám írni, gyakoroljuk, az A1 gyorsulás ezzel a koordináta rendszerrel úgy néz neki, hogy 30k. Ugye? Mert 30 a nagysága, csak ez az egy komponense van, csak Z komponense van. Az egységvektor ugye az a K egységvektor így fölfele. És akkor ha odarakom a 30 mellé ezt az egységvektort, akkor már az egyenlőségnek a jobb oldalán is van egy vektorjel, meg a balon is. Jó, majd ne írjunk olyat, hogy F vektor egyenlő 80 newton, mert mindig látom a háziba. Ugye hát nem lehet, hogyha itt egy vektoron, akkor itt is vektornak kell lennie. Oké, tehát megvan adva a gyorsulás iránya és nagysága. 10 centi elmozdulás után mennyi lesz a sebesség? Hát gondolom, nézzük csak meg. Ugye az egyensúlyi pozíció ez, ez a hossz, ez az L egyensúlyi, az ugye a delta egyensúlyt hozzáadjuk a L0-hoz, akkor az 0,55 méter. Azért fontos ez, hogy tudjuk viszonyítani, hogy amikor a 0,7-ről megy föl 10-et, tehát 0,6 lesz, akkor hol jár? Hát nem éri még el ezt a 0,55-öt. Tehát egy 0,05-tel még alatta van. Úgyhogy ha az x-et bejelölöm, jelölök ide még egyet, ugye? Ez itt az x, majd az kékkel. Itt lesz. Ebben a pontban kell a sebessége, hogy innen elindult felfele. És akkor itt kékkel, ahogy ígértem, bejelölöm ezt az x-et. Így, ennyit megy fölfele. Jó, mert itt 0,7 a hossz, felfele megy 10 centit, vagyis hát akkor 0,1 métert, akkor 0,6 a hossz, de ez egyensúlya, azt meg kiszámoltuk, hogy 0,55-nél van, tehát még lejjebb van. Úgyhogy,
Két lehetőségem van arra, hogy kiszámoljam a sebességet ebbe a pontba. Hát nem tudom, mind a kettőből ugye ráérünk. Mindenki kiválasztja neki, melyik tetszik jobban. Az első, hogy gyakoroljuk annak leírását, hogy ez a kialakuló harmonikus rezgőmozgás, az ugye időnek milyen függvénye lesz. Megvan, hogy hol akarom én a sebességet, hát akkor kiszámolom, hogyha ugye megvan a z a t függvényében, hogy itt mennyi lesz a idő, és azt az időt bejettesítem a z derivátjába, vagyis a sebességbe, és megoldom, hogy mennyi a sebesség. Tehát először is meg kell mondanunk, hogy egy olyan harmonikus rezgés, ugye az omegáját előtt kiszámolom, mert azt gyorsan letudjuk. Omega az ugye gyök alatt d per m. Vagyis 100 per 0,5 az ugye 200-nak a gyöke 2-szer gyök 2-ször 10. 10-szer gyök 2. És ugye 1 per szekundó. Newton per méter, ugye az kilogramm szó méter per szekundum négyzet, a kilogramm kiesik, a Newtonban benne volt a méter, de van egy per méter, az is kiesik, már értem, megijedtem, hogy nem esik ide, csak ki kell. Kilogramm az kiesik, tehát marad az 1 per szekundum, mert az 1 per szekundum négyzet gyöke az ugye 1 per szekundum, tehát ennél vagyunk, megkaptuk az omegát. Ezt majd ugye felhasználjuk, de akkor most még azt kéne eldönteni, hát ugye mekkora az amplitudója a rezgésnek, innen ugye ennél lejjebb nem megy, és akkor ezt a 0,55-től a 0,7-ig az ugye akkor 0,15. Ezt a 0,15-öt felfelé is fel kell mérni, ez csak 5 centi, elvileg, akkor így egy kicsit túlrajzolom, hogy ugye elvileg ott van föl. És akkor ugye itt marad ez az egyensúly, ehhez képest lejjebb húzom az amplitúdóval, a túlsebesség, elindítom, felgyorsul, de túllő a célon, felmegy a másik, de a másik szélső helyzetig, és akkor így fog menni szépen. Na most, mivel felfelé vettem az étengelyt, ezért ez most a negatív amplitúdóból indul, negatív szélső helyzetből. Úgyhogy ha matematikailag le akarom írni, akkor az ugye egy olyan görbe, hogy innen indul, és akkor úgy. Ugye a koszinusz az fentről indulna, ha lentről indul, akkor az egy mínusz koszinusz. Tehát a ZT függvényünk az olyan lesz, hogy először is ugye mínusz, az amplitúdó mennyi, ezt ide külön felírom, hogy már gyűjtöm ezeket a dolgokat, az amplitúdó az meg úgy fog kinézni, hogy ebből a rugóhozból kivonom az egyensúlyi rugóhosszat. És akkor az 0,15 méter. Mert 0,7-ből vonom a 0,55-öt. Tehát akkor 0,15 amplitúdót ideírom az elejére, mert ugye, hogy van az, hogy ászor szinusz omega t, vagy mit tudom, de ez akkor az lesz, hogy mínusz ászor koszinusz omega t lesz. És akkor nem kell bele az a plusz delta, mert pont amiatt a plusz delta mínusz pi per 2 után fázis eltérés miatt, vagy kezdőfázis miatt nem szinusz, hanem mínusz koszinusz. Tehát az már figyelemben van véve, hogy milyen kezdőfázissal indul a rezgés, ezért mínusz koszinusz. Hát ez még egy szerencsés, speciális eset. Tehát nem az, hogy mondjuk minden indul és még lefele rököm, vagy valami furcsaság, hogy mondjuk pi per 6 kezdő fázissal indul el. És akkor az omega az meg 10-szer gyök 2 1 per s szer t. Megvan adva szépen a kialakuló rezgésnek a koordinátár függése időtől. Ugye ebből már csak egy paraméter van, ami nem fixált. De hát ezt nehogy valaki lefixálja, mert akkor hogy lesz időtől függő, ugye? Tehát ha egy konkrét időpontot akarok, akkor beírom. Vagy ha meg akarok találni egy konkrét időpontot, amikor az z értéke valami. Mennyi itt az z értéke?
A mínusz 0,15-ről ment fölfele 10, mert ez itt ez a mínusz amplitudó, ez ugye ez egyenlő mínusz 0,15 méter, ez meg itt, ugye itt a nulla, ez meg itt akkor 0,15 méter. Ha a mínusz 0,15-ről 0,1-et megy fölfele, akkor az még mindig mínusz 0,05. Úgyhogy megkeressük azt a t-időt, amikor az e az mínusz 0,05. Nem írok most be métert, mert éppen egy folyunk van. Így, ide se írtam métert, úgyhogy már akkor úgyis elrontottam. Mínusz 0,15 koszinusz 10 gyök 2 1 per s szer, és akkor mivel jelöltem ezt? Egyes pozíció, vagy kettes? Kettes. Akkor legyen ez a T2 időpillanat. Tehát ez már egy konkrét időpillanat, nem egy ilyen futóparaméter. Jó. Na most akkor látszik, hogy ez háromszor nagyobb, mint az. Minuszt azt egyből elfelejtem. Tehát ez akkor 1/3 egyenlő koszinusz 10-szer gyök 2 1 per szekundumszor T2. Így. És akkor meg kell nézni, hogy a koszinusz az hol lesz 1/3. Fiúj, ezt hol találom meg. És nagyon fontos, hogy állítsuk a gépünket radiánba. Tehát itt nem lehet fokozni, radiánba kell. Hát a koszinuszban 1,231 van radiánba. Tehát ez a pontom 1,231 radián. Az egyenlő, ugye ezzel az argumentummal, 10-szer gyök 2, 1 per s-szer T2. Nem számolom ki külön a T2-t, de mondjuk megmondhatom. 0,087, hát akkor már vele felírom. Szekundum. Azért, mert a sebességben úgyis így egybe kell behelyettesíteni majd. Tehát nagyon fontos, ez 1,231 radián. Tehát ha fogba akarnám mondani, akkor mit tudom én, 70 fok körül lehet talán. Jó. Na és akkor, ha meg akarom mondani, hogy mennyi a sebesség, akkor ebből ki kell fejeznem a sebességet időfüggvényében, tehát le kell deriválnom a z-t. Ideírom. Vz az ugye dz per dt. Koszinusz deriváltja mínusz színusz, akkor legalább annyi, hogy pozitív lesz. És még a belső függvény deriváltja egy 10-szer gyök 2 1 per szekundum, de akkor azt most megint nem írom mértékegységet, amit ide írtam, de most már mindegy. Tehát ezt a 0,15-öt meg kell szülözni ugye a 10-szer gyök 2-vel, és a mínusz koszinuszból tehát a koszinusz deriváltja mínusz színusz, és akkor a másik mínusz meg ezt üti, úgyhogy van itt egy színusz, 10-szer gyök 2, 1 per szekundumszor t. És akkor igen, ez még most általánosan. Hát itt ezt 10-zel megszorozhatom, az ugye 1,5-ször gyök 2, hát majd a következő körben úgy írom. Na most, ha én nekem a V2 kell, ez a V2, ez a VZ, a T2 időpillanatban. Mi azért számoltuk ki ezt az időt, hogy be tudjuk ide írni. És akkor a sebesség az ugye, ez a V2 úgy fog kinézni, hogy ugye akkor ezt megszorozom, hogy 1,5-ször gyök 2. Ugye ez most méter per szekundum egyébként, ez a sebességnek az amplitudója vagy csúcsértéke. És akkor ez színusz
10-szer gyök 2, 1 per szekundum, és akkor ugye egy szekundumot ideírok, az üti a szekundumot, és akkor megkapom a dimenziótlan radiánt. Hát a számológépek mindenképp át kell állítani radiánba. Vagy beírhattam volna egy az egy, ugye ezt az 1,231-et ehelyett a 10-szer gyök 2, t 2 helyett. Na mindegy. Így, és akkor, hogyha radiánban van a számológép, akkor jól megkapjuk a 2 méter per szekundumot. Na, az az egyik megoldás, egy kicsit talán hosszadalmas. A másik megoldás, az pedig ugye, mivel a gravitációkat meg a rugó, ezért a mechanika energia megmarad. Úgyhogy fel tudom azt írni, hogy ez itt az egyes pont, ez meg a kettes pont. A mechanikai energia az az egyes pontban ugyanúgy, mint a kettes pontban. Itt, meg aztán ott. A potenciális az most két tagból áll, gravitációs, meg rugalmas, mert a rugó is egy konzervatív erőt fejt ki, meg gravitációs. Úgyhogy ez mind a kettő az egyes helyen, meg a mozgás energia ugye az egyes helyen. Ez egyenlő akkor potenciálisok meg a mozgásiknak az összege a kettes helyen. Jó, természetesen, mivel ez a legalacsonyabb pont, ezt fogom úgy venni, hogy H egyenlő nulla. És akkor a gravitációs potenciális energiát, azt itt fogjuk nullának venni. Lehetném itt, de akkor csak a saját életemet nehezíteném, hogy ugye mind a kettőre egy negatív potenciális energiát kéne beírni. Így meg ugye ez nulla, ez meg ugye m-szer része x, mert annyival fejjelme, úgyhogy csak jobb azért így. Oké, akkor a gravitációs kezdetben egy nagy nulla, a rugalmas kezdetben ugye 1/2 d-szer megnyúlás négyzet, tehát 1/2 d-szer delta l 1 négyzet, ami azért, ugye tudjuk, hogy 0,2, de most azt nem írom fel. És a mozgás energia meg megint nulla, mert innen indul, ott még nem mozog. Aztán a kettes pontban a gravitációs potenciális energia ugye x magasságban van most már, tehát m-szer része x, mg per x, ez mg per x. Meg ugye 1/2 d-szer, na mennyi itt a megnyúlás? Hát delta L1 mínusz x a megnyúlás, nem? Mert ugye ennyiből x-el kevesebb van. A négyzeten. Hát eredetileg a megnyúlás az 0,2 volt. Abból levonok egyet. Akkor vagy igen, 0,1-et, akkor az ugye marad 0,1-tel. És a felét kell levonni. Jó, plusz itt van, amit keresünk, 1/2 m-szer v2 négyzet. Na, itt van ez az egyenlet, ami ugye a mechanika energia megmaradása. Tudjuk, mindent tudunk, tudjuk, ezt is tudjuk. Tudjuk, egyedül ezt nem tudom a V2-t. Úgyhogy ebből az egyenletből, itt, ennyiből, itt ez, hogyha beírkálnám, de más nem fogom, akkor szépen kijön, hogy a V2 az 2. Ugyanúgy. Jó, nézzük a következőt.
15.5. Azért vannak ezek a pontozások, mert ugye utólag betettem egy példát, nem akartam eltolni az egészet, utána meg írhatom át, hogy melyik feladatokat terveztem meg, hogy mit tavalyról. Úgyhogy inkább bepontoztam, és akkor a többi az nem csúszik el. Tehát 15.5-ös, jó lehetett volna 15.1-es is, hogyha többet tettem volna be, akkor az lett volna, hogy most így. Síkmozgást végző pont koordinátája a következő képpel függnek az időtől. Az XT az úgy néz ki, hogy A-szor színusz meg a T, illetve az YT az úgy néz ki, hogy B-szer színusz, zárójel, 2 meg a T meg pi per 2. Az A amplitúdók, vagy az A amplitúdó az 4 centi, a B az meg 3 centi, az omega meg egy állandó, hát ugye a rezgésnek a körfrekvenciája. Határozzuk meg a pálya Y egyenlő Fx alakú egyenletét, majd ábrázoljuk a pálya görbét. Tehát ugye az X is meg a T, az Y is időfüggvényében van megadva, ehelyett szeretném az Y-t az X függvényében. Nézem, hogy megy-e még, mert a megállnak fogva ennek. Tehát XT az úgy néz ki, hogy A-szor színusz omega T. Az YT az meg B-szer színusz 2 omega T meg pi per 2. Ahol az A az 4 centi, B az meg 3 centi. Az omega meg egy állandó, hát gondoljuk, úgyhogy azt le se írom. És akkor a végül is, amit ki kell fejezni, az az Y az X függvényében. Jó? Hát úgy írták, hogy Y legyen az Fx, de már Y rajta van a függvény. Jó. Na most ugye elvileg azt kéne csinálni, hogy ezt a T-t kifejezem ugye X-el, és akkor beírom ide. De nem kell egészen odáig elmennünk, hanem kifejezem itt a színuszt, az hát tudom ezt úgy alakítani, hogy színusz omega T megjelenjen magába, és akkor az egyenlő lesz ugye X per A-ba. Tehát itt, ha ezt A-ba elosztom az első egyenletet, akkor azt kapom, hogy X per A az egyenlő színusz omega t. Mert ezt így majd felhasználjuk szépen. Ha tudom. A másikat meg elkezdem átírni. Tehát miről van itt szó? A test úgy mozog, hogy x irányba is az árnyéka így jár, plusz A és mínusz A között, valamilyen omega körfrekvenciával. És Y irányba is az árnyék a holdalról vetítenék rá egy lámpával, akkor ugye az Y irányba, de kétszerűen a frekvenciával, és plusz B és mínusz B között, nem pedig ugye A között. És még ráadásul el is van tolva, tehát amikor X irányban nullánál van, akkor B-nél szélső értéke van, tehát valahogy, nem tudom, már mindjárt látjuk, hogy fog mozogni, mert föl fogom rajzolni. Oké. Ezt akkor kezdjük el alakítani. Színusz kétszeresször. Színusz alfa plusz béta. Színusz alfaszor. Koszínusz béta meg koszínusz alfaszor. Színusz béta. Ugye? Tehát akkor ez úgy néz ki, hogy ez itt az alfa, ez meg a béta. Színusz két omega t szer koszínusz pi per 2, meg koszínusz alfa, vagyis koszínusz 2 omega t, szer színusz pi per 2. Így. Na most, koszínusz 90 fok, koszínusz pi per 2, azt tudjuk, hogy nulla. Színusz pi per 2, meg tudjuk, hogy 1. De már mindjárt nagyon egyszerűsödött nekem itt ez a dolog,
Mert annyit kaptam, hogy B-szer koszinusz két omega T. Ez a koszinusz kétszeres szög, ugye mert omega T-nek van a duplája. Tehát koszinusz két alfa az meg úgy van, hogy koszinusz négyzet alfa minusz szinusz négyzet alfa. Úgyhogy akkor ezt szépen tovább írom, hogy B-szer koszinusz négyzet omega T minusz szinusz négyzet omega T. Utolsó lépés, ezt a koszinusz négyzetet átírom, úgyhogy 1 minusz szinusz négyzet. És akkor ott lesznek a szinusz omega T, amik kellene, csak négyzetem, de az már nem baj. Tehát ezt a továbbírom, B-szer 1 minusz színusz négyzet omega T, meg még egyszer színusz, már kétszer. Tehát B-szer 1 minusz 2 színusz négyzet omega T. Hát ez egy matekúra inkább fizika. Méghozzá középiskolás. És akkor beírom a színusz omega T helyett, hogy x per a. Négyzetre is emeljük, akkor az már x négyzet per a négyzet. Így mi? A B az meg az A az meg van adva, akkor most már beírom, de a centiket azt nem írom, majd hozzáképzeljük. Tehát 3-szor 1 minusz 2-ször x négyzet per 16. Vagyis, ugye itt ez egy per 8 lenne, akkor 3 minusz per 8, 3 x négyzet per 8. Jó, és akkor ebből látszik, hogy ugye ez egy parabola lesz. Mégpedig ugye mínusz 3 nyolcadik négyzet meg 3, tehát hogyha jobban látható alakra akarjuk hozni, így. Ez azt jelenti, hogy ugye x egyenlő nullánál 3, hát világos, mert ugye y-ányba 3-ig tud menni, az jó van. Tehát, hogyha ezt ábrázolni akarom, ugye, új. Először is bejelölöm, hogy mínusz 4 plusz 4, y irányba pedig 3 és mínusz 3. És megrajzolom ezt a téglalapot, amiből nem mehet ki. Azt tudjuk. És x egyenlő nullánál ugye 3, tudom, hogy lefele nyílik a parabola, hát most mondhatnám ugye, hogy aztán 3 nyolcadot ugye így le kell vonni, de ugye félnél egy kicsit több, ugye itt lenne valahol, hát berajzoltam nagyjából, kicsit kevesebb félnél, igen. Aztán, amikor 4 van,
meg még 2 plusz 2-vel megyek odébb, akkor az 3 ketted, az már másfél. Másfelette így lejjebb menni. Amikor 3, akkor 9, 27, 8, valami. Nézzük a 4-et, akkor 16 per 8 az 2, 2 3, 6, akkor 3-ból 6 az mínusz 3, úgyhogy ide jövünk. És megkaptuk ezt a parabolát. Nagyon szép. Tehát, ezt csinálja a test. És nézzük meg. Tényleg kétszer annyi az y-irányba a frekvencia? Hát igen, mert amíg y-irányba egy fél periódus van, csak oda, addig y-irányba egy teljes periódus oda és vissza, hogyha az árnyékokat néznénk. Úgyhogy teljesen jó. Ez jön ki. Na, folytassuk akkor a következővel. 17-es. A 10 kg tömegű P pont az X tengelyen mozog. Két erő hat rá, az egyik az O kezdőpont felé mutat, és OP-vel arányos, az arányossági tényező 250 N per méter, a másik a pont sebességével arányos és azzal ellentétes irányú, az arányossági tényezője 60 N/s per méter. Kezdetben P abszisszája 8 méter, sebessége pedig 0. Hogyan változik a pont X koordinátája az idő függvényében? M egyenlő 10 kg. Van a rugalmas erő, ugye, ami mindig az O kezdőpont felé mutat és OP-val arányos, ugye a Hooke törvénynek megfelelően, tehát ez mondjuk lehetne egy rugó, vagy valamilyen rugalmas erőtér, vagy harmonikus erőtér, inkább úgy mondom. Az arányossági tényező, tehát akkor ezt hívjuk rugóállandónak, meg ugye látszik a newton per méterből, 250 newton per méter. A másik a pont sebességgel arányos és azzal ellentétes irányú, az arányosság tényezője 60 N/s per méter. Úgy emlékszem, hogy azt K-val jelöltem előadáson, akkor legyen itt is K, 60 N/s per méter. Hát ugye ez azért más, mert ezt a sebességgel kell megszorozni, hogy Newton jöjjön ki, nem pedig távolsággal is. Plusz szekundum kell, hogy a méter per szekundum, a kiejtse azt a szekundumot. Kezdetben P abszisszája 8 méter. Hát vegyük X-nek a kitérést, és akkor az X kezdeti értéke T egyenlő 0-kor X 0 egyenlő 8 méter. Ugye ezt majd fel kell használni. Sebessége pedig 0-s. Hát, hivatalosan ugye mondhatnám, hogy a VX, mondom is akkor, de valaki azt mondja, hogy a sebességnek ugye ez a nagysága csak, hogy V, mert ugye lehet pozitív is, negatív is. Tehát a kezdeti értéke 0, az a legjobb, azt szeretjük. Hogyan változik az X pont koordinátája az időfüggvényében? X pontnak koordinátája. A pont X koordinátája az időfüggvényében. Na hát, rajzolhatom ugyanazt, ami az előadásom volt, tehát hogyha itt van a X, itt van ugye neki a nullája, és itt van ez a test, az M tömegével, a súrlódás az elhanyagolható, helyette van egy olyan közegellenállás, amely a sebesség arányos, tehát hogyha pozitív a kitérése, akkor itt hat rá ez a rugóerő, rugalmas erő errefele, ilyen nagysággal, ami ugye D-szer X nagyságú,
És hogyha mondjuk errefele mozog, akkor az ellenkező irányba hat rá ez a fékező erő. Úgyhogy M-szer X két pont, M-szer A, csak az X irányba kell felírni most ugye a mozgás egyenletet, a dinamikolap egyenletének ezt az egy komponensét. Egyenlő, ugye ez kitérés arányos azzal ellentétes, tehát mínusz D-szer X, ez sebesség arányos azzal ellentétes, tehát mínusz K-szor X pont. Mert ugye ez a gyorsulás, második derivált, ez a sebesség, első derivált idő szerint ilyen ponttal kell jelölni. Vagyis hát nem kell, csak nem muszáj, csak ha valaki nem akar sokat írni, akkor rászokik, hogy így könnyed. Na, átrendezem és beosztom tömeggel. Ezt elnevezzük két alfának. Úgyhogy az alfát ki is tudom számolni. Mivel mindent megadtak hozzá, ezt meg majd ugye omega 0-nak fogom elnevezni, vagy omega 0 négyzetnek, úgyhogy azt is tudom számolni. Kezdjük ezzel. 60 newton szekundum per méter osztva 20 kilóval a newton az kilogramszor méter per szekundum négyzet, a kilogram az kiesik, a méter kiesik, a per szekundum négyzetből 1 szekundum kiesik, úgyhogy az alfa mértékegysége 1 per szekundum, mégpedig 3. Ide ez akkor az omega 0 négyzet lesz. Úgyhogy azt mondjuk, hogy omega 0, tehát ez lenne a körfrekvenciája a rezgésnek, hogyha nem lenne csillapítás, tehát a harmonikus rezgőmozgás esetében, d per m, és az 250 per 10. Az 5. Itt is 1 per szekundum jön. Nem 1 per szekundum. De, mert ugye itt még gyök is van, nem osztottuk el, vagy nem méter per szekundum négyzet, és akkor szor szekundum, itt meg méter per szekundum, kiesik minden. 1 per szekundum négyzet a gyök alatt, és akkor 1 per szekundum. Jó. Tehát, ez úgy néz ki, hogy x másik derivált, meg két alfa, meg omega 0 négyzet x pont egyenlő 0. És akkor, ugye hát most nem tudom mennyire mondjam el újra ugyanazt, ami az előadásom volt, ugye az x-et az E-ad lambda t alakba keressük, úgyhogy ez lambda négyzet szere ad lambda t. Ez két alfászor lambdászor ad lambda t, mert ugye deriválni kell az x-et. És akkor itt meg omega 0 négyzet szere ad lambda t van. Most mivel az ead lambda t az nem lehet nulla, ezért nyugodtan végigoszthatok vele, és akkor megkapom a karakterisztikus egyenletet, lambda négyzet, meg két alfa lambda, meg omega 0 négyzet, annyi. Hát, hogyha most nem akarom így paraméteresen csinálgatni, hanem egyből már konkrétan meg akarom mondani, hogy ennél mik lesznek a megoldások, akkor megcsináltam azt, hogy beírkálom ide a számokat, tehát akkor lambda négyzet, de mértékegység nélkül, mert éppeleget kell lesz írni, meg 6
K-re az 6, annak kell fel. 3. Igen. 6. Ötnek a négyzetenek 25. És akkor itt a lambda 1-2 az úgy fog kinézni, hogy mínusz 6 plusz mínusz gyök alatt 36 mínusz 25, mert 4x 25 ugye az. Ne? 4x 25, akkor az 100 per 2. Ez itt 64. Mínuszba. Ne jegyje meg senki. Ezt a mínusz 64-et átírjuk úgy, hogy 64-szer mínusz 1. És amikor gyököt vonok, 64 gyöke 8, a mínusz 1 gyöke meg i. Ugye? Tehát tovább egyenlő, mínusz 6 plusz mínusz 8i. És ezt a kettő osztást elvégezzük, mínusz 3 plusz mínusz 4i. Emlékezünk vissza előadásról, ugye ez úgy volt, hogy, hogy alfa plusz mínusz omegászor i. Tehát a tényleges omegánk, a kialakuló rezgésnek a körfrekvenciája az ez. Az alfát azt meg már láttuk korábban. Tehát, ha nem lenne a csillapítás, most jó szerencsésen vannak megadva az adatok, hogy ilyen szép számok jönnek ki. Nem lenne a csillapítás, egy 5-1 per szekundumos omegával rendelkező rezgést kapnánk. De amiatt, hogy ugye van ez a csillapítás, ami kijön itt a tényleges omegára, az 4. Hát ugye itt volt ez a alfa négyzet, 4 alfa négyzet mínusz 4 omega 0 négyzet dolog, ami ugye még az omega 0 az nagyobb, mint az alfa, szerencsére. Ott nagyobb, mint a 3, ezért megfordítjuk, az előadáson meg lehet nézni. És akkor ez a plusz 64 az már a 4 omega négyzet mínusz 4 alfa négyzet, de akkor ugye a mínusz 1-nek ott a gyöke, az lesz az i. És akkor a kettővel való osztást, azt beviszük a gyök alá, akkor már 4-jel való osztás, akkor már ugye omega 0 négyzet mínusz alfa négyzet, annak a gyöke adja meg az omegát. Hát ezt esetleg zárójelbe felírom, hogy nem árt látni mind sokszor. Jó? És ebből, hogy láttuk, hogy negatív a diszkrimináns, ebből tudjuk, hogy gyenge a csillapítás, mert az alfa kisebb, mint az omega 0, ez azt jelenti, hogy gyenge a csillapítás, tehát tényleg kialakul valami rezgésszerűség, csak lecseng. Jó. Tehát olyan formában keresem akkor ezt a megoldást, hogy xt az valami c-szer e ad mínusz 3t, ugye az az exponenciális tagnak, tehát az alfa a szorzója, és akkor itt lehet választani, hogy színusz legyen, vagy koszínusz, legyen színusz. Nem, először följön általánosan. Bocsánat. És akkor beírkálom azokat a számokat, amik megvannak. Xt-t ugye úgy keresem, hogy c-szer e ad mínusz alfa t, és akkor azt mondtam, hogy legyen színusz omega t plusz valamilyen kezdőfázis. Na!
az alfát és az omegát már a rendszer dinamikai paramétereiből, erreiből, hogy közegellás erő, mekkora, akár milyen erős a rugó, mekkora tömeget tettem rá, ezeket már kiszámoltuk, hogy omega az 4, az alfa meg 3. Úgyhogy ezt tovább tudom írni egyébként, hogy C szer E ad minusz 3T szer színusz 4T plusz delta. És akkor itt ezt a deltát kéne megkapnom nekem radiánba, hogy mennyi, meg ezt a C-t kéne megkapnom. Erre valók a kezdő feltételek. Mert ugye megmondják, hogy T egyenlő nullakor az x értéke az 8 méter, és a sebesség értéke meg ugye nulla. Hát akkor először deriváljuk már lesz az x-et, hogy meglegyen a vx is, és akkor majd a T egyenlő nullát mind a kettőbe írom. Vx az ugye a dx per dt. Amikor itt deriválgatok, nem tudom melyiket deriváljam, az általános, vagy inkább ezt már egyből. Hát az általános azt az előadás diájában is meg lehet nézni, úgyhogy csinálom itt. Amikor deriválok ugye, először, hát a C konstans szorzót azt odaírom. És ezt deriválom és szorzom azzal, tehát minusz E adnak ugye ugyanaz a deriváltja. És szorzom azzal, de még mielőtt elfelejteném, 4T. Mielőtt elfelejteném, a belső függvény deriváltja mínusz 3. Úgyhogy mínusz 3C van. Plusz, ezt írom le, és ennek a deriváltjával szorzom. Ami színusz deriváltja koszínusz, belső függvény deriváltja 4, azzal kell megszorozni, tehát szor 4 koszínusz 4t plusz delta. Oké. Tehát akkor, amikor azt mondom, hogy most a t egyenlő 0 esetet veszem, akkor a t-t azt ebbe is behelyettesítem, meg ebbe is. Úgyhogy ez 8 kell, hogy legyen. T egyenlő nullát beírva, E a nulla az 1, úgyhogy nem marad csak annyi, hogy C szer nulla, színusz delta. Már alakul. De benne van mind a két ismeretlen, viszont nem baj, mert mindjárt a másik egyenlet. Nulla kezdőérték, ugye, egyenlő, és akkor ide is be kell írni a nullát, minusz 3c, ez 0, színusz delta, mert ugye ez 0, meg 4c, 1, koszínusz delta. Hát most mindenki a preferált módszerével megcsinálhatja. Például lehet úgy, hogy innen kifejezem a színusz deltát úgy, hogy 8 per C, és akkor beírom ide, és akkor kiszámolom a koszínusz deltát, vagy hát deltát. Lehet olyat, hogy ezt átosztom a másik oldalra, hogy pozitív legyen, és akkor átosztok, és akkor meg egyből kapok egy tangenst, színűleg ugye kiesik, szerintem az a legjobb. Aztán a deltát megkapva beírom ide, és akkor meg lesz a C. Nézzük azt. Tehát ezt elkezdtem alakítani. Ugye átvisz a másik oldalt, hozzáadok mind a két oldalhoz ugye ennyit. Úgyhogy 3C szer színusz delta egyenlő 4C szer koszínusz delta. C-vel egyszerűsítek, vagyis hát akkor mondhatnám azt, hogy osztok C-szer koszínusz deltával. És akkor 3 C-szer koszínusz deltával.
Úgyhogy amikor C-vel osztok, akkor csak elfelejtem a C-ket. Amikor a koszinusszal osztok, akkor színusz delta per koszinusz delta, ugye az tangens delta. És azért osztottam még 3-mal is, hogy ne 3 tangens delta legyen, hanem itt legyen 4 harmad. Így. A tangens, amikor 4 harmad, akkor mindjárt nézem, valahol ez megvan. Igen, a delta 0,6435. Nagyon vigyázni kell, hogy nehogy fokokba legyen. Radiánba kell állítani a számológépet. Tehát ez megvan. Ha már még ez is meg lesz, akkor minden oké, de hát ugye fogom is ide beírom a deltámat, akkor azt folytassuk itt, leírom ide még egyszer, 8 egyenlő C-szer színusz 0,6435 radián, és akkor ezzel, amikor átosztok ezzel a színusz 6435-tel, akkor azt hiszem észre, hogy a C az 10 lesz. Annyi hát. Úgyhogy, maga a mozgás hogy fog kinézni időben? Úgy fog kinézni, hogy xt az egyenlő 10-szer e ad minusz 3t színusz 4t plusz 0,6435. Na most ezt le lehet ábrázoltatni a számológéppel, vagy Excelben, meg ott van neki t-értékeket, vagy akárhogy, és akkor lehet látni majd, hogy egy ilyen recsengő rezgés lesz. Minden t-re most már kapok egy x-et. Ugye semmi más nincsen benne, ami ne lenne konkrét szám. De a t-nek benne kell maradni, hogy t-n, ugye annak a függvényében nézd. Kell egy változó. Jó, na ez egy ilyen feladat. Hát egy kicsit bonyolultabb, mint a sima harmonikus rezgőmozgás. Lát, ilyen is van. És akkor nézzük még a 26-ot meg 41-et. Az ábrán látható merev drótból készült vezetőkeret függőleges síkban áll, felül lévő szöge derékszög, alfa pedig 30 fok. A két befogóra M1 és M2 tömegű golyókat húzunk, melyeket egy elhosszúságú kötél köt össze. Keressük meg az egyensúlyi helyzetet, vagyis mennyi ekkora fi szög. Akkor felrajzolom ezt a dolgot. És följön, amit megadtak, hát annyit adtak meg, hogy ugye alfa egyenlő 30 fok. M1 és M2 golyók a físzökkel. Tehát akkor rajzolok ide egy olyan derékszögű valamit, hogy így, hogy itt derékszög van. Hát ne legyen egyforma legyen már. Ájjáj. Így. Itt egy derékszöget megpróbálok húzni. Így. Ez meg vízszintes. Így. Itt van az M1. Az M2. És akkor összekötti egy elhosszúságú fonál. Kettő. Rossz helyen lesz ott, inkább ide. Ez a szög itt alfa, ez meg fi. Ennek a finek keresem azt az értékét, ahogy most így egyensúlyban van a két test. Jó,
Na most, hogyha ugye beáll egy stabil egyensúlyi pozíció, az azt jelenti, hogy a, ezek szabadon tudnak csúszni ugye a rúdon, tehát nem az, hogy megszorult vagy valami. Ha ez lejjebb megy, akkor az ugye feljebb húzza azt, ha ez lejjebb megy, az feljebb húzza azt. Mi alapján dönt el, ki húz feljebb ki? Hát a összes gravitációs potenciális energiának ugye minimálisnak kell lennie, úgyhogy fel kell írni majd a gravitációs potenciális energiát ugye Phi-nek a függvényében, és deriváljuk, mert ennek a szélsőértékét keresem, a szélsőértékét igen keresem, és akkor az úgy lesz minimális, hogyha a deriváltja nulla, vagy akkor lesz minimális. Vegyük itt a potenciális energiának a nullpontját, és akkor ehhez képest fogom majd fölmérni ugye, ennek a magasságát, meg ennek a magasságát. Ja. Ez lesz a H1, ez meg a H2. Jó? Ja. Nehéz lenni, hogyha nem rajzolom belőle, itt egy derékszű van. Először is. Ez egy derékszög, ez az átfogó. Akkor a két befogó, ugye ez a Phi szöggel szemközti, akkor ez L Celsinus Phi. A szög melletti pedig L Cosinus Phi. Nagyszerű. Viszont, ha itt ezt behúztam vízszintesen, akkor ugye ez a szög ugyanúgy alfa, meg tovább. Itt megvan nekünk az alfa szögünk. Úgyhogy megint van itt egy derékszögű háromszögem, amelynél a H1 az szembe van ezzel a szöggel. Ezért aztán ez az átfogó, ezt az átfogót szózom ennek a színuszával is megvan a H1. Tehát H1 az egyenlő átfogó L-szer koszinusz Phi szorozva ennek az alfának a színuszával, hogy a szemközti befogót megkapja. Színusz alfa. Hát majd beírhatjuk, hogy a színusz alfa az ugye 1-2 a végén, de egyelőre jó az. Oké, nézzük a másikat, hogyha ez itt alfa, akkor ugye ez meg ugye erre merőleges, mint a derékszög, 90, akkor ebben a háromszögben, hogyha ezt így tovább rajzolom, ebben a háromszögben 90 már elment, akkor a maradék 100, vagy a 180-ból már csak 90 maradt, tehát ez meg ez az egyenlő 90-nel, akkor ez a szög itt 90 minusz alfa. Na jó, de ez az egész meg 90, akkor ez meg itt megint alfa. Tehát itt van nekünk, most ezt rajzolom már pirossal, hogy látszódjon, ez itt ugye akkor 90 fok minusz alfa, de akkor ez meg itt megint alfa. Jó? Ide írom fölé, hogy az ott alfa szög. Tehát a H2-t az meg most itt az alfa mellett van, ugye? És akkor ez meg itt ennek a háromszögnek átfogója, így. És ezt keresem a H2-t. Tehát akkor biztos, hogy koszinusz alfával kell szorozni ezt az átfogót. Úgyhogy a H2-t az átfogó, vagyis L Celsinus Phi szorozva koszinusz alfával. Oké, megvan a két magasság. Ha itt vettem a gravitációs energiának a nullpontját, akkor ugye a potenciális energia az úgy fog kinézni, hogy ennek a magassága mínusz mg m1 g h1 mínusz m2 g h2. Tehát ennek ez az MGH-ja, hát mert most itt vettem a nullpontot, akkor negatívak az energiák, semmi baj. Ennél meg ennyi. Hát innen jobb mérni a távolságot, mint innen. Azért nincs ilyen.
és beírjuk akkor a H1-et meg a H2-t, hogy mennyi. Egyébként meg lehet olyat, hogy átalakítom plusszá, és akkor nem minimalizálom, hanem maximalizálom. De mindegy. Meg G amúgy végig lehet osztani majd. Vagy ez majd linkoztunk. M1G, ugye mivel maradjon így a hivatalos kifejezés, elszer koszinusz fi, színusz alfa, mínusz N2G, elszer színusz fi, koszinusz alfa. És akkor ezt kell nekünk deriválni fi szerint. A színusz alfa csak egy konstant szorzó, az maradhat. A koszinusz fi-nek a deriváltja az ugye mínusz színusz fi. Ezért eltűnik a mínusz. Többit azt leírjuk, mert az csak konstant szorzó. Itt a színusz fi-nek a deriváltja ugye koszinusz fi. Többit azt leírjuk, mert azok csak konstant szorzók. Így, és akkor ennek nullának kell lennie. Hát, gondolatban, mivel ez nulla, végighozhatok ugye L-el, meg G-vel. Úgyhogy, amikor ezt átviszem a másik oldalra plusszal, már azt eleve elvégzem, tehát M1 színusz fi, színusz alfa egyenlő M2 koszinusz fi, koszinusz alfa. És akkor a koszinusz fi-vel osztok, meg az M1 színusz alfával. Itt megjelenik a tangens fi, itt pedig van egy olyan, hogy M2 koszinusz alfa per M1 színusz alfa. Hát akkor írjuk végül be, hogy mi ez a koszinusz alfa meg a színusz alfa. Koszinusz 30 az gyök 3 per 2, színusz 30 meg 1 2. A per 2 kiesik, úgyhogy gyök 3-szor M2 per M1 jön ki. Jó. Tehát, onnantól kezdve, hogy valamilyen módon, ugye tudjuk, hogy a gravitációs potenciális energiának kell minimumnak lennie egy stabil egyensúlyi pozícióban. Onnantól kezdve, hogy sikerül felírnunk a gravitációs potenciális energiát, ugye most két testre egyszerre, mert a rendszerünk az két tagból áll, és azok össze vannak kötve. Sikerül felírnunk fi függvényében, onnantól kezdve nyertünk van, mert ugye ha ezt le tudom deriválni, és egyenlővé tudom tenni nullára, nullával is megoldom, akkor meg fogom kapni, hogy mi jön ki a fi. Hát mondjuk jó, ez még nem a fi, hanem a tangens fi, de hogyha adnának konkrét M2-t, M1-et, akkor ezt elosztanám is arcusz tangenssel, meg lenne a szög, de most ez így felesleges, mert mindenki ide mondja, hogy arcusz tangens, gyök 3, M2 per M1. Jó, ez így. Benne. Na, van még akkor a 41-es. Az xy síkban mozgó M tömegű pont koordinátája következőképpen függnek az időtől.
Az x az a-szor koszinusz omega t, az y meg b-szer szinusz omega t. Az a, b és omega pozitív állandók. Hát igen, mert az egyik az egyik rezgésnek az amplitudója, a másiké. Az omega meg ugye az a körfrekvencia, és most szerencsére ugyanannyi a kettő. Milyen pályán mozog a pont, majd mindjárt megnézzük, és számítsuk ki a pontraható erő munkáját a 0 pi per 4 omega időközben. A-szor koszinusz omega t, y az meg b-szer színusz omega t. Milyen pályán mozog a pont? Tehát mégis y az x függvényében, hogy milyen vagy hogy néz ki. Számítsuk ki a pontra vehető erő munkáját a nulla. pi per 4 omega időközben. Tehát nulla időtartamtól indul, és pi per 4 omega a végső idő. Na hát, hogyha megnézzük, hogy itt ez milyen pálya lesz, ha elosztom az x-et, vagy az első egyenletet a-val, a másikat b-vel, akkor kapok egy olyat, hogy x per a egyenlő koszinusz omega t, az y per b az meg színusz omega t. Ha ezt most négyzetre emelem és összeadom, akkor meg azt kapom ugye, hogy a színusz nézet meg koszinusz nézet az 1. Tehát ebből a két egyenletből kijön nekem az, hogy x per a négyzeten, meg y per b a négyzeten, az egyenlő 1. Most nem tudom ki mennyire tapasztalt, mondjuk az előadás után már remélem, hogy egy ilyen egyenlet az egy ellipszis, amelynek ugye, föl is rajzolom mindjárt szépen, x irányban ugye mínusz a és plusz a között, nem adták meg, hogy effektíve mennyi, úgyhogy szabadon rajzolhatok valamekkorát, ez meg ugye b és mínusz b. És maga a mozgás pályája az ez lenne. Ugye ez egyszerre megy jobbra-balra is, meg fölle is. Ha innen vetítem az árnyékot, az így megy fölle. Ha innen vetítem az árnyékot, az meg így megy, miközben megy körbe-körbe az ellipszise. Nem körbe megy körbe-körbe, hanem ellipszise. Na akkor most hát csak az a kérdés, hogy ha ránézek erre az eredeti... Nem adtak meg? nem adtak meg konkrét értéket. Ránézek erre, és bejelentesítem a nullát, meg ezt a furcsa pi per 4 omegát, tehát írjuk be először a t egyenlő nullát, akkor ugye az x a-szor koszinusz nulla, de a koszinusz nulla az 1, akkor az x az a, az y pedig b-szer szinusz nulla, de a nulla az ugye nulla, tehát szinusz nulla az nulla, tehát akkor t egyenlő nullánál ezt kapom. T egyenlő pi per 4 omegánál az x az úgy fog kinézni, hogy a-szor koszinusz, na most kiírom, hogy nézzük csak, hogy milyen jó, hogy így adták meg. Omega, pi per 4 omega. Itt a omega kiesik, és akkor van egy pi per 4. Az y-nál meg szintén ugyanúgy kiesik, és pi per 4 marad. Na most a színusznak meg a koszinusz, vagy a pi per 4-nek a színusza is, és a koszinusza is ugye az gyök 2 per 2. Úgyhogy ez a-szor gyök 2 per 2, ez meg, várjunk már, ez b. B, igen. Ez meg b-szer gyök 2 per 2. Vagy b per gyök 2, meg a per gyök 2. Hát tudjuk, hogy a gyök 2 per 2 az olyan 0,7. Tehát a 0,7 a, 0,7 b. A kezdő pozíció viszont, akkor rajzom pirossal, mert itt az a, az a nullától
indulunk, tehát ez a T1 egyenlő 0, és a T2 egyenlő, nem tudom már mennyi, ez a pi per 4 omega, akkor az A-ból 0,7-et kell venni, és a B-ből is a 0,7-szeresét, tehát valami ilyesmit kell nézni, így ahol ez találkozik. Úgyhogy egy idáig történő elmozdulás van. Milyen jó, hogy egy ellipszis mentén kell integrálni, ráadásul nem is egy teljes kört, hanem egy ilyen random darabkát. De nem kell megijedni, mert megvan adva, az x-szor simul, hogy m tömegű pont, azért az kell majd. Tehát ez az m tömegű pontunk fog így mozogni szépen. Minden pillanatban a sebesség az ugye érintőirányú lesz a ellipszishez képest, és akkor úgy mozog. Na most ezt meg lehet oldani úgymond brute force módszerrel, hogy ebből számolunk sebességet, számolunk gyorsulást, abból számolunk erőt, pillanati teljesítmény az F-szerv és halászhozat, és akkor azt kiintegráljuk nullától ennyi időig. Mert ugye az előbb már csináltunk, hogy teljesítményt integráltunk, csak az mondjuk egyszerű függvénye volt az időnek. Az elegánsabb megoldás az, hogyha tudok találni egy olyan skalár függvény, amelynek a negatív gradiense az erő, akkor megtaláltam a potenciális energiát. És hogy mennyi munkát végez az a erő, amelyik mozog a test, akkor ki tudom számolni, hogy ebből a potenciális energiából kivonom ezt a potenciális energiát. Tehát, hogyha van egy kifejezésem XY függvényében a potenciális energiára, akkor már csak be kéne írnom ezeket az XY-okat. Úgyhogy nézzük először a brute force method módszert, vagy hát a kétszem ott a módszer. A sebességünk akkor az úgy fog kinézni, hogy Vx az dx per dt. Vagyis ezt kell deriválni, koszinusz deriváltja mínusz színusz, a belső függvény deriváltja még egy omega, tehát mínusz a-szor omega-szor színusz omega t. A vy az meg az y-nak a deriváltja, vagyis b-szer omega-szor koszinusz omega t. Vagy a színusz deriváltja koszinusz, belső függvény deriváltja még egy szor omega. Jó, de még itt nincs vége a munkának, mert ugye még egyszer kell deriválni. Az ax az a dvx per dt, ez tök ugyanúgy, mint a múltkor volt az a feladat, amikor meg voltak adva a korlátok, a t-négyzet, meg két t-négyzet, meg ilyenek, és akkor abból kellett erőt számolni, vagy először sebességet, gyorsulást, abból ugye m-szer a-val az erőt, és akkor kaptunk egy időtől függő teljesítményt, és azt kellett kiintegrálni, az kijött, hogy 22 joule. Tehát ez is valami hasonló, ugye itt a színusz deriváltja a koszinusz, omegával még egyszer kijön, még egy omega, akkor ez így néz ki. Itt is a gyorsulást, amikor deriváljuk a sebességet, akkor le idő szerint már nagyon jó. Nem az, hogy természetesen vagyok ilyen időszegben van természetesen. És akkor koszinusz deriváltja mínusz színusz, tehát mínusz b-szer omega négyzet, mert még egy omega kijön, színusz omega t. Oké. Okay. Most, ha mind a kettőbe
nem tudom, leírjam-e. Ugye fx az úgy fog kinézni, hogy m szer ax, egyik mondjuk leírok. Az fy meg úgy fog kinézni, hogy m szer ay. Tehát ide még egy szor m-et be kéne írni, és akkor már nem gyorsulás komponens, hanem erőkomponens. És a teljesítményt azt pedig ugye úgy lehet leírni, hogy f szer v skalárszorzat. Ez azt jelenti, hogy fx szer vx, meg fy szor vy. Na, az fx az akkor mínusz m-szer, mondjuk ez, ugye ez a gyorsulás, meg ez a para, akkor már tudom, hogy miért írtak valamikor valamelyik változatban nagy A vagy nagy B van, hogy ne keverjük a gyorsulással. De szerencsére ugye itt vannak indexek, és akkor az jelzi, hogy ez a gyorsulás. Jó, akkor ez mínusz m-szer a, oda nézett valami, és akkor ez is mínusz, tehát akkor összességében plusz lesz. Plusz m-szer a négyzet omega köb és színusz koszínusz. Ez hasonló, de mínusz, mert ugye nem egyezik a kettő, tehát mínusz m-szer b négyzet omega köb és színusz koszínusz. Mindjárt látjuk, mennyivel szebb ez a teljesítmény, mint a múltkor, ugye? Időfüggése. Na, hát ezt esetleg alakítsuk már át egy kicsit, mert amit ki lehet, emeljük már ki. Ki lehet emelni egy m-et, egy omega köböt, hát kb. Azért felesleges leírva. Akkor már inkább írom egyből, hogy a munka az ugye ennek az időszerinti integrálja, és akkor majd ott kiemelek a integrál elé, amit ki lehet. Ezt az m-szer omega köböt kiemelem. Ja, várjunk már! Hát igen, elvileg ezt is ki lehet emelni, csak ugye az még azért benne lesz az integrálba. És akkor, ha kiemelem, akkor az egyikből ki lehet emelni egy A-nézetet, a másikból meg egy B-nézetet. Tehát m-szer omega köb A-nézet minusz B-nézet i. Ezek ugye mind konstans szorzók, mert ebből az A-nézet jön ki, ebből meg a B-nézet jön ki, és hogyha ezt így szétmondanám, akkor erre visszakapnám azt. De aztán ugye ezt integrálni kell nullától eddig a pi per 4 omegáig. Úgy, pi per 4 omega vonalaig, hogyha nem látszunk be rendesen. És akkor sinusz omega t, koszinusz omega t. És természetesen t szerint integráljuk. Dt. Na. Ennek kell megkeresni a primitív függvényét. A primitív függvényünk itt van egy színusz, itt meg egy koszinusz. A színusznak a derivátja a koszinusz, tehát vannak ezek a módszerek, meg esetek, ugye, amikor olyan függvénynek keresem a primitív függvényét, ahol a függvény meg van szorozva a deriváltjával. Hát ez majdnem az, de ugye azért még itt, ha ezt deriválnám, itt még ez szorul meg a kijönne. De ettől függetlenül emiatt ugye az a gyanunk, hogy egy színusz négyzet omega t az úgy jó.
Viszont ellenőrizzük, hogy mi fog történni, ugye, hogyha a színusz, mert ugye azért itt ilyen konstansok nincsenek rendben, tehát a, először is, mivel színusz négyzet van, először a négyzetfüggvényt kell deriválni. Négyzetfüggvény, tehát x négyzet, az az lenne, hogy 2x. Tehát akkor a színusz négyzetből az van, hogy 2 színusz. Na, látom, hogy kettes itt nincs, akkor úgy kezdem, hogy már ideírok egy per 2-t, és akkor ez a 2 színusz üti ezt a 2-t, és akkor jó leszek. Rendben. És akkor ugye a négyzetfüggvényt lederiváltuk, 2 színusz omega t lett belőle. Következik az egyen bentebbi függvény, ugye a színusz. A színusz deriváltja a koszinusz. Ez még úgy jó is. Megjelent a koszinusz. De azért van még egy bentebbi függvény, ugye, Matyóska baba, az omega t, és akkor annak a deriváltja egy omega. Tehát még egy omega szorzó megjelenne. Ezért aztán nem omega köböt fogok ideírni, csak omega négyzetet, vagy olyan, mintha ideírtam volna a per omegát, ugye, és akkor felülről odaírom az omega köböt, de már gondolatban azt elvégeztem. Tehát m-szer omega négyzet szer a négyzet minusz b négyzet marad. Így. És akkor már jó, mert ha elnézzük kettőször, igen, üti, színusz, szóval koszínusz omega t, az, az ott van, és szor omega, és akkor mi lesz belőle kör. Rendben. Akkor most már csak annyi dolgunk van, hogy beírjuk a pi per 4 omegát, meg a nullát. A pi per 4 omegát, ha beírjuk, az ugye 45 fokra jött ki ott az előbb, tehát pi per 4-re, ezt láttuk, meg emlékszünk rá, és akkor annak a színusza gyök 2 per 2, vagy 1 per gyök 2, az most úgy egyszerűbben négyzetre kell emelni, és az 1 per gyök 2-nek a négyzete 1 2-es. Tehát a felső határnál ennek az értéke 1 2-es. Az alsó határnál színusz 0 az 0. Úgyhogy ez az egész egy 1 2-es. Úgyhogy 1 2-es meg még egyszer 1 2-es, az már 1 4-es. Ezért aztán a munkára az jön ki, hogy m-szer omega négyzet a négyzet minusz b négyzet per 4. Ezt akkor annyi. Jó, hát ez nem a legegyszerűbb feladat, de annyiból esetleg jó, meg érdekes, hogy attól most, hogy egy ellipszis, nem feltétlenül kell annyira megijedni, mert látjuk, hogy ugyanúgy ki tudjuk fejezni a teljesítményt idő függvényében. Azért még nem mondanám, hogy ez olyan nagyon észreszerítően bonyolult integrálni egy ilyen függvényt. Ha más nem, akkor valaki megnézi a táblázat, hogy valahol még keresi ezt, akkor jól van. Mi a primitív függvénye, és akkor szépen megvan az eredmény. Na, a másik megoldási módszer, mert hát most ugye idő-videósok vagyunk, úgyhogy nyugodtan van idő erre. Ez akkor szépen megvan. Hát mondjuk valahogy megjegyezzük, hogy ennek kell kijönnie, de remélem, hogy ki is jön. Jaj, az erő! Igen, az erőt azt meg kell volna hagynom. Na mindegy. Akkor ezt gyorsan fölírom újra, hogy ugye kétszer le kell deriválni, és akkor mik az erőnek a komponensei. Az biztos, hogy szorozva lesz egy töveggel, ugye m-szer ax kell. Egyszer deriválok, akkor a koszinusznak mínusz színusz, kijön egy omega, még egyszer ki fog jön egy omega, akkor biztos, hogy a-szor omega négyzet lesz, az tuti. A koszinuszból mínusz színusz lesz, a mínusz színuszból meg mínusz koszinusz. Tehát akkor mínusz m-szer a-szor omega négyzetszer mínusz koszinusz. Omega t. Igen. Az fy pedig
az biztos, hogy B-szer omega négyzet lesz a kétszeres, meg M-szer. M-szer B-szer omega négyzet lesz a kétszeres deriváláskor. Színuszból lesz koszínusz, a koszínuszból mínusz színusz. Tehát én is mindig visszakapunk ugyanazt a függvényt, csak mínusszal. Annyi nem is kellettem, hogy ajgatom, mert mégis nem tartott ez sokáig. Nézzük csak, meg hasonlítsuk össze ezt az előbb kifejezését ezzel. Az A-szor koszínusz omega T-helyet beírhatom, hogy X. X, akkor mínusz M-szer omega négyzet. Szer X. Itt pedig a B-szer színusz omega T helyet beírhatom, hogy Y. Hát, hogyha magát az erővektort akarnám, ugye ezt megszorozom i egységvektorral plusz, ezt meg a i egységvektorral, és akkor megvan az erővektorom. Na most az az érdekesség, hogy ugye az erő arányos a kitéréssel x irányba is, és ellentétes vele, és arányos az y komponense, meg arányos az y-nal, és ellentétes vele. Hát mondjuk abból ugye, hogy ez mind a két koordinát a harmonikus rezgőmozgást végez, ugye gondolhatja az ember, hogy valami rugalmas erő hat rá, így is, ami ugye vissza akar hozni ide, így, meg így is. Csak hát ugye egyszerre két irányba, tehát most ezt nehéz lenne elképzelni, hogy egy rugó az hogy lehetne egyszerre, hogy így is húzza, meg úgy is húzza, de most egy erőteret meg el lehet képzelni. Tehát valamilyen olyan erő. Vagy ahogy így megfordultuk a rugó az közben így rezegben, nem tudom, és akkor egyszer nyúlik, így összemegy, itt meg idáig ér kinyúlik, összemegy, idáig ér kinyúlik. Tehát valamilyen furcsaság jön be. A lényeg az, hogy megkaptuk végül is a Hooke törvényt. Egyébként, ha meg valaki beírja ide az omega helyére, hogy D per M, tehát így egy zárójelbe tovább lehetne írni, hogy D per M, és akkor ez mínusz D szer X. Ez meg D per M, akkor mínusz D szer Y. Tehát végül is kijött egy rugalmas erő egyik vagy másik esetre. Na és akkor most, ugye tudjuk, hogy a F erő az a gradiense a potenciális energián, mégpedig a negatív gradiense. Ez azt jelenti, ugye, hogyha a gradiensre gondolok, az parciál per parciál x. Ez azt jelenti, hogy az erőnek az x komponense az úgy néz ki, hogy a potenciális energiának az x szerinti negatív deriváltja. Az erő y komponense meg úgy kell kinézzen, hogy a potenciális energiának az y szerinti negatív deriváltja. Hát most abból már, hogy ilyen rugalmas dolgok vannak, ugye, feletté gyanítom, vagy hát biztos vagyok benne, hogy létezik potenciális energia, tehát ez egy konzervatív előtér hatására mozog így, ahogy mozog. És akkor már csak az a dolgom, hogy megtaláljam azt a függvényt, amit ha x szerint deriválok, akkor ezt kapom, ami y szerint deriválom, akkor meg ezt, ráadásul a mínusz jelen együtt. Na, hogyan lesz ugye x-ben elsőfokú, hogyha egyet deriváltam x szerint? Hát úgy, hogyha x-ben másodfokú volt, ugye? A mínusz jel meg úgy lesz jó, hogy mínusz után, hogy nem volt benne mínusz. Tehát valami olyannak kell lennie, hogy m-szer omega négyzet szer x négyzet, de amikor az x négyzetet deriválom, akkor az ugye 2x lenne, itt meg csak 1x van, ezért aztán ide teszek egy 1/2-et. A másik az meg úgy jön neki, hogy hát ugyanúgy, csak y szerint. 1/2 m-szer omega négyzet szer y négyzet. Ez lesz a potenciális energiánk, majd mindjárt kiemeljük, amit ki lehet, de a leellenőrzéshez hagyjuk meg egyelőre a két tagot, és akkor ellenőrizzük le. Mit jelent az, hogy parciális derivált? Az, hogy x szerint deriválok, amikor ott látom az y-t, az olyan, mintha egy akármilyen más konstans szorzó lenne. Tehát ez x szerinti derivál szempontjából konstans, vagyis a deriváltja nulla. Tehát csak ezt kell deriválnom. Annak meg a deriváltja ugye 2x
szer, ez ami itt van, két kettes az üti az egy kettedet, de a negatív deriváltját kell képezni, tehát megjelenik a mínusz jel. Jó. Aztán, amikor y szerint deriválok parciálisan, akkor annak a szerint ugye ez konstans, tehát akkor ezzel nem kell foglalkozni, csak az y-os taggal, és akkor ugye látjuk, hogy szimmetrikus tűnünk megkapom ezt, hogyha deriválom, tehát üti a kettes, bejön a mínusz jel, és akkor ennyi lesz. Jó, tehát megvan a potenciális energiánk. Ezzel még annyit lehet csinálni, hogy az 1-2 m-szer omega négyzetet szépen kiemeljük, és akkor megkapom végülis az origótól vett távolság négyzetét. Ugye? Azt számít a potenciális energia szempontjából, hogy milyen messze van az origótól a test. Mondom, mintha egy rugó, ahogy menne körbe-körbe, egy rugó így húzná, csak ugye nem körpályán halad, mert amikor elindítottam a körmozgást, akkor nem azt mondtam, hogy szépen egyenletesen, mint megpörgetem, hanem pörgés közben így megütközött egyet, vagy valami, és akkor ahogy megy körbe, összenyomódik még jobban a rugó, meg még jobban. Tehát így rezeg közben, nem csak körbe megy, hanem még rezeg is. Bonyolul. És ha már megvan a potenciális energiám, akkor a munkát, azt természetesen ki tudom úgy számolni, hogy annyi zsúl munkát végez a előtérre rendszerem egyes időpont és kettes között, amennyivel csökken a potenciális energiája, mert abból ad, ugye, annyival csökken a potenciális energia. Tehát potenciális az egyben, mínusz a potenciális a kettesben. Tehát akkor az a dolgom, hogy beírjam, ugye látjuk, hogy itt nagyobb, mert messzebb van, ugye itt a laposodik az ellipszis, legalábbis ahogy megrajzoltam. Hát igen, most feltételezzük, hogy az ázagyom mindig, nem tudom, megadták-e. Nem, nem adják meg. Úgyhogy végülis amit számolok, az lehet negatív is. Ugye, hogyha a B nagyobb is, akkor távolodik. De az már részletkérdés. Itt is nyugodtan lehet, amit az előbb, mert ott volt benne egy A négyzet, plusz B négyzet. Na most, ha a B az nagyobb, akkor az negatív. Oké. Akkor ebbe be kell helyettesíteni X helyére A, Y helyére meg nullát. Tehát 1-2 nem szorom meg a négyzet, szer A négyzet, ez meg nulla. Oké, megvan a T egyenlő nulla helyen, ugye X egyenlő A és Y egyenlő nulla esetén, ez, levonjuk belőle az X egyenlő A szor gyökerettő P2, meg B, az Y az meg B szer gyökerettő, akkor ezt inkább kiírom, nehogy elrontsam. 1-2 m-szer omega négyzet, a A szor gyökerettő per 2 az végül is A per gyökerettő, ha négyzet elvonjuk az akkor A per 2. Igen, A négyzet per 2. Az y az meg ugye b per gyök 2, négyzete b négyzet per 2. Plusz, plusz. Oké. Akkor, ha kiemelem ezt a 1-2 m-szer omega négyzetet, sőt, még 1-4 m-szer omega négyzetet is ki lehet emelni, ugye itt van egy 1-2 m-szer omega négyzet A négyzet, mínusz 1-4 m-szer omega négyzet A négyzet, az 1-4 m-szer omega négyzet A négyzet, és akkor mínusz 1-4 m-szer omega négyzet B négyzet. Úgyhogy 1-4 m-szer omega négyzet A négyzet, mínusz B négyzet. És nagy meglepetésre pont azt kaptuk, mint amit az előbb, csak ha valaki ezt tudja megérti, akkor kevesebbet kell írni, meg elegánsabb ugye ennek a felhasználása. Tehát, ha semmit nem látnánk, csak az elő lenne megadva x meg y függvényében, jó, mondjuk itt egyből láttuk, hogy ez ugye így is harmonikus rezgés, meg úgy is, mert harmonikus erőt kapunk, ugye kitérés arányos és az a ellentétes, tehát ebből már végül is
egyből tudjuk, hogy ez konzervatív előtér, úgyhogy nem is kérdés, hogy van potenciális energia, csak meg kell találni. De hogyha mondjuk valami random XY függés föl lenne írva, akkor most, hogyha tudunk hozzá találni egy olyan függvényt, amit lederébb állunk, vagyis hát ugye gradiensét képezve ezt megadja a negatív gradiens, akkor az a függvény, ez a potenciális energia, amely nem, akkor meg nem. Na jó. Hát mindenki kiválasztja, hogy neki melyik megoldást tetszett legjobban. Akkor jó fizikázást!